Többször írtam, megbeszéltem már a Facebook oldalakról, amit a kisvállalkozókkal együtt dolgozunk. Hogy változtasd jól fizető vevőkért a Facebook rajongóidat? Mindig ez a kérdés, amit körbejárunk. Most egy gyakorlati útmutatón végignézzük. Mi a legfontosabb 4 szabály? Tervezd meg előre, hogy mit fogsz csinálni. Irányítsd közvetlenül a követőidet a saját honlapodra. 4-8 hetes kampányokat készíts jó hívó gondolatokkal, és kösd a Facebookot egy rendszerbe a többi marketing csatornáddal. Na most jön a java. És ezt végig is kell csinálni, még pedig jól. Naponta 3-5 poszt hónapokon keresztül. Erre fölkapod a fejed, hogy hogyan? De nyugodj meg. Lesz rá időd, ha tudod, hogy hogyan csináld. Mi már jó néhányszor kipróbáltuk. A patka is csak akkor hoz szerencsét, ha jól rakod föl. Ezt is lehet jól csinálni. Adok hozzá néhány tanácsot, elmondom, aztán eldöntöd, hogy mit fogadsz meg belőle. Hány rajongód látja a posztjaidat? Átlag, mindössze 17%-a. Hamar eltűnhetsz a szem elől a többi poszt miatt. Ezért kell küldeni legalább napi 3 posztot. És jó, ha odafigyelsz arra, hogy aki lájkol, nem biztos, hogy követ is. Olyant posztolj, ami tetszik, amit megosztanak, amiről beszélnek. Ehhez készíts be 1 hónapra anyagot a saját gépedre. Aztán azt mindig töltsd föl. 1-1,5 óra alatt időnként újra föltöltheted. Ez a biztos alap. Stabil háttér, amire építve használhatod a Facebook időzítőt. Nézd csak, ott van. Amikor fölteszel egy képet, egy posztot, beállíthatod, még azt is, hogy melyik órában jelenjen meg, és működik. Másnap, tényleg ott van. 1-2 hétre előre is betöltheted, többet azért nem, mert bármi változhat közben, szokott is. Lazán beszélgess, ahogy a kollégákkal vagy a barátokkal szoktál. És légy rövid, mint egy SMS, ha csak nem éppen a tartalomért követnek, például az útmutatókért bennünket. Gyűjts mémeket, ami tetszik, amiről beszélnek, amit megosztanak, a látták, itt nem elég. Gyűjts jópofa képeket, ami tetszik, amiről beszélnek, amit megosztanak, a látták, nem elég. Gyűjts megosztó képeket, ami tetszik, vagy nem. Amiről beszélnek, amit megosztanak. A látták nem elég. Észrevetted, hogy 3-szor mondtam el dolgokat? A memóriánk rövid és hosszú távú memória. A rövid távú memóriából a hosszú távúba 3-szoros ismétléssel kerül be az információ. Ez működik a vevőidnél, a Facebook látogatóidnál is. A Google és a Facebook is azt díjazza, ami több megjelenéssel, előbbre sorolással díjazható, vagyis amit a látogatók megosztanak, vagy amiről beszélnek. És igen, egy ütős tartalom többet ér, ha rámozdulnak, mint 100 kép, amit csak látnak. Mixelj hozzá jól. 2-3 mém, ami a témához megy. 1-2 saját kép és termék közvetlen linkel a honlapodra, ott is a megrendelő oldalra vagy a terméklapra vezetve. Segítsd a vevőt vásárolni. Csak az köti hozzád őket, ami a vevőidnek is tetszik. Persze jó, ha neked is. Legyen állásfoglalás. Lehet nyeremény. Lehet árengedmény. Kupon, mindegy, csak mozogjon, és ne felejtsd el, hogy a lehetséges vevői 10%-a fog csak az első héten vásárolni. Ezt oly sokszor elmondom, és mégis úgy néznek rám, mintha először hallották volna. Lehet, hogy tőlem hallották először. Na mindegy, ezért készíts 4-6-8 hetes kampányokat, mert egy 8 hetes akcióban a lehetséges vásárlások 50%-át csak az 5. héten kapod meg, vagyis a fél időn túl. A legtöbb vásárló általában a 4.-6. héten lesz. A kampány fél ideje a legértékesebb része.
És ez az átlag igaz szinte minden kampányra, kicsiknél, nagyvállalatoknál, teljesen minden. A vevő így gondolkodik. És hát ki akar megállni félúton, ugye te sem? Segíts rá a Facebook posztokra, a Facebook hirdetéssel. Be lehet állítani akár napi 500 forintra is, bár az első körben csak egy ezressel, 1100 akárhány forinttal indult, vagyis 5 dollárral. 5-10 dolláros alapokon indul. Minap egy új hirdetést két hét alatt 28 lájkolót hozott. És megnéztük, hogy a 28 lájkoló még 148 újabbat, vagyis 28-ért fizetett és 148-at kapott. Ha jól csinálod, ezek az arányok még javíthatók is, de ez is szép. Próba szerencse, keresd magad Begeszre. Sokszor olyan dolgot is a szerencsétől várnak, amit tudással és munkával lehet megkapni. Vedd inkább kézbe a szerencsédet, úgy, ahogy a kínaiak. A feng shui, a gazdagság, a sikerforgalmát a tisztességes munkával, a tudás által szerzett javakkal azonosítja. Ne tévesszen meg a média, hogy csak az ügyeskedőkről hallasz. A háttérben a nagy többség ezzel a módszerrel dolgozik. Ha tetszik, akkor oszd meg másokkal is, és kövess minket ott, ahol a legjobban tetszik. Mert van a Facebookon túl is élet.